Szeretett testvéreim, kedves gyermekek! Jézus Krisztus nagyon érdekes felszólítással kezdi a mai örömhírben a példabeszédét, hisz arra hív meg, hogy szüntelenül imádkozzunk és bele ne fáradjunk. Hallottuk Jézus Krisztus szavait az örömhírből, és ezt egy példabeszéddel alá is támasztja. Elmondja, hogy egy özvegyasszony elment a bíróhoz, és kérte, hogy neki szolgáltasson igazságot az ellenfelével szemben. Fontos mozzanat ez a személyes találkozás az özvegyasszony és a bíró között. Mert az asszony nagyon jól tudta, hogyha valakit küld, hogyha valaki képviseli őt, akkor nem lesz olyan hatása az ő kérésének, éppen ezért pedig személyesen áll a bíró elé. Nem elég nekem sem abban a tudatban élnem, hogy az egyházban imádkoznak, értem aztán, Istent hanyagolom. Nem elég abban a tudatban élnem, hogy van elég imádkozva az egyházunkban, hanem nekem is személyesen kell Isten elé tárni kéréseimet. Ugye azt nagyon jól tudjuk keresztényként, hogy egymásért tudunk imádkozni, szép és üdvös dolog, és kell is. De valaki helyett nem tudok. Tehát Jézus erre hív meg, hogy személyesen találkozzak ő vele. Ugye, és amire meghív arra, hogy szüntelenül imádkozzunk, azt akarja mondani, hogy az egész életvitelem, a magatartásom, a jellemem, a beszédem, a cselekedetem, egyszerűen a létem, legyen egy Isten dicséret, Isten dicsőítés, imádás. Kifejezem a Jóisten iránti való bizalmamat, ugye mert az ima a személyes viszonyt alakít ki, formál a Jóisten és köztem. A példabeszéd üzenete az asszony kitartása, ugye addig nem akar elmenni a bírótól, amíg nem hallgatja meg a kérését. Azt kell megtanulnom ettől az özvegy asszonytól, hogy ne csüggedjek el, hogyha úgy élem meg, mintha ez a Jóisten, akiben hiszek, nem teljesíti a kérésemet, pedig aztán annyi kérésem van. Lehet, hogy abban a pillanatban nem, amikor szeretném, de a legmegfelelőbb helyzetben igen. Eszméljek rá arra, hogy a Jóistennel való kapcsolatom alap pillére az imádság. És azért kell szüntelenül imádkoznom, mert az ima segít az igaz emberré válásban. Az ima az Istennel való személyes kapcsolatom formálja a szellemiségemet, a személyiségemet, a jellememet. Ezt nagyon úgy tudom elképzelni, ugye azt látjuk a hétköznapokban, hogy az életünkben jelen vannak különböző automata gépek. És ezek rendszerint úgy működnek, hogy ebbe az automatába bedobok egy pénzérmet, vagy egy hozzá megfelelő zsetont, és az automata pedig nekem viszontzásul kidobja azt a terméket, amit előre már kiválasztottam. De az az Isten, akiben én hiszek, az nem az automaták Istenem, hogy elmondom a kérésemet, leteszem, és akkor automatikusan, de old meg. Nem így működik, hogy bedobok egy imát, egy jó cselekedetet, és akkor én vagyok a jó fiú, és azonnal a Jóisten megjutalmaz. Nem. Mert az ima, az Istennel való személyes kapcsolat, egy élő kapcsolatot tart fenn a Jóisten és közöttem. Ezért kezdi Jézusunk a mai örömhírt így, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Nem arra való tehát az ima, hogy a Jóisten tanítsam, kioktassam, netán figyelmeztessem arra, hogy te, Isten, mit is kellene velem tegye, hogy nekem minden jó legyen. Nem követelőzéseket kell benyújtanom a Jóistennek. Ez nem azt jelenti, hogy ne kérjek, hanem az, hogy a kéréseimet ne követelőzve adjam elő. Legyek annak az elfogadására is kész, hogyha más formában teljesíti a Jóisten, mint ahogyan én azt elvárnám. Mert ahogyan Szent Máté evangélista írja, tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek. Én azt látom és azt élem meg, hogy ebben a fogyasztói társadalomban az érzelmeink kezdik átvenni létünk irányítását.
az imáimat, személyes élő kapcsolatomat ne helyettesítsem semmiféle pótszerekkel. Itt arra gondolok, hogy úgy tanok nyugalmába, ne ringassam magam bele, hogy ez és ez megnyugtat, feldob, relaxál, hanem legyek kitartó az imában, és ne hagyjam abban, mert az ima és a munka, lelkiismeretesen elvégzett munka, ez az, ami kondiba tartja a lelkemet, az életemet, fizikai és pszichikai mi voltomat. Nem pedig különböző megnyugtató szerek után kell futkosnunk, és a nyugalmunkat keresni. Nem, de el kellene kezdjünk, vagy el kellene folytassuk azt az imát, amely személyes kapcsolatot alakít ki a Jóisten és közöttem. Ha valamiért kitartóan fohászkodok, a Jóisten meg fogja hallgatni, hogyha az a lelkem javát szolgálja. A Jóistennel való élet egyik nyilvánvaló eleme, hogy rendszeresen, naponta beszélgetek vele, azaz imádkozok. És itt nem betanult ima szövegekre gondolunk, hanem arra, ahogyan megébredek egészen addig, meddig a nap leszentül, nyugovóra térek, a munkám között, a feladatom teljesítése között, az, hogy leírom a házi feladatomat, megtanulom a leckémet, ez mind-mind Jóisten imádása lehet, hogy olyan lelkülettel végzem. Hogyha szükséges, kezdjem el. Ha már elkezdtem, akkor bátran folytassam az élő kapcsolatot a Jóistennel, azaz a rendszeres imáimmal. A bibliai idők emberének életében és mindennapjaiban helye volt az imádkozásnak. Ugye az evangéliumok többször megemlítik, hogy Jézus imádkozik, olykor az egész éjszakát imádkozással tölti. Az ima, a Jóistennel való kapcsolat és a lelki fejlődésem eszköze az én számomra. Az ima ugye alapvetően kettős irányba mutat. Egyrészt az imádkozó ember, a keresztény ember elismeri a Jóisten, mint felsőbbrendű személyt. Elismeri a létezését, imádja őt, dicsőíti őt. Emellett, hogy elismerem a Jóistennek a létét, hiszek benne, megvallom a belévetett hitemet. Másrészt az ember a Jóisten segítségét kéri mindennapi életéhez, illetve olyan dolgokhoz, amelyeket a maga erejéből nem tud elérni. És az imádkozásnak ez utóbbi módjával kapcsolatban ad tanítást a mai örömhír példabeszéde, hogy szükségletemet bátran terjesszem a Jóisten elé. A szüntelen imádkozás segít abban, hogy hitemben megmaradjak, és hűséges legyek Krisztushoz. Az imádság eloszlatja a félelmet, és megszünteti az aggodalmaskodást. Az imádság segít, hogy az ember állandóan készen álljon a Jóistennel való végső találkozásra. Számomra van egy kedves imádság, a szerzőjét nem tudom, illetve nem is találtam meg. És záró gondolatként ezt szeretettel megosztom. És ennek az imának az a címe, egy meghallgatott imádság. Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott Isten, amelyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt, előrehaladást óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Istentől bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, amelyeket legyőztem. Áhítottam, hogy mindenkit szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra, semmit sem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt, imádságom meghallgatásra talált. Ha segítsen a Jóisten mindnyájunkat, hogy ezen a mai szép vasárnapon, és az elkövetkező hétköznapjaiban a kéréseimet nyitott szívvel terjesszem a Jóisten elé, még akkor is, hogyha úgy érzem, vagy azt élem meg,
hogy a Jóisten azonnal nem teljesíti, vagy nem úgy teljesíti, ahogyan én szeretném, de a legmegfelelőbb pillanatban és a legjobban megteszi mindazt, ami a lelkem üdvét szolgálja. Hát adja Isten, hogy ilyen hitben kezdjek el élni. Amen.